Új üzemet avatott a pénzügyminiszter Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2022. március 29-én 18 óra 5 perckor. Újabb milliárdos beruházás került átadásra Karcagon, az ipari parkban. A Karcagi Ipari Park üzleti infrastruktúráját bővítette. Az 1 milliárd 306 millió 540 ezer forint összköltségvetésű beruházáshoz 694 millió 527 ezer 865 forint visszanemtérítendő támogatás nyert. A beruházás finanszírozásához a Karcagi Ipari Park 327 millió 12 ezer 135 forint saját erőt biztosított. Öröm látni, hogy szinte ugyanaz a tetrekészség valósul meg napjainkban, a magyar gazdaságban, Magyarországon, a vállalkozók között, mint ami anno József Nádor idejében volt jellemző az országra. A reformkor azzal tudott hatni, azzal tudta az országot felemelni, hogy a közgondolkodás részévé vált az, hogy tegyünk valamit a hazánkért, és tegyünk valamit a szülőföldünkért. József Nádor önmagában persze fontos ember volt, mint Nádor, de kevés lett volna ahhoz, hogy az emlékéről beszéljünk, és utat nevezzünk el róla itt is újra Karcagon, vagy szobrait avassuk, szobrait koszorúzzuk meg egy-egy jeles alkalomkor, ha nem társult volna hozzá az országban meglévő tetrekészség. Hát ez a tetrekészség születik most újjá az elmúlt néhány esztendőben, hiszen ha belegondolunk, hogy honnan indult el az ország, akkor hát elég mélyről kezdtük 2010-ben. Magyarország a 10 csőd előtt álló, csődre váró ország között volt emlegetve Argentínával és Görögországgal. Ahhoz képest be tudtuk bizonyítani, meg tudtuk mutatni a világnak, hogy nem csak akkor, amikor konjunktúra van, tehát a koronavírus járvány előtt, hanem még a járvány utáni újraindulásban is a magyar gazdaság az egyik leggyorsabban újrainduló ország között tudott lenni. Ez pedig nem megy másképp, csak az itt élő, itt dolgozó emberek és vállalkozók tetrekészségével. Be tudtuk bizonyítani, hogy ha lehetőséget kapunk, akkor van arra mód, hogy a magyar gazdaság ne a futottak még kategóriájában legyen, ne a szégyenpadon üljön, hanem 2019-ben már, ahogy az történt is, Európa leggyorsabban növekvő országává tudjon válni. És 2021-jel sem szégyenkezhetünk, hiszen 7,1%-kal nőtt a gazdaság. Itt is a legjobbak között voltunk, együtt a lengyelekkel. Bele sem merek gondolni abba, hogyha ideadta volna az Európai Unió a nekünk jogosan járó támogatásokat, akkor a tavalyi évben milyen gyorsan tudott volna növekedni a magyar gazdaság és a lengyel gazdaság is. Ha mi is bele tudtuk volna forgatni úgy a gazdaságunkba azokat a támogatásokat, amiket a helyreállítási alap részeként Magyarországnak meg kellett volna már kapni, akkor a növekedés még ennél is magasabb lett volna. No de, itt vagyunk most ennek a mai, azt mondhatom, avató sorozatnak az egyik állomásán. És öröm látni azt, hogy az a indulás, ami a Karcagi Ipari Park esetében, hát most már közel 20 éve megtörtént, az mennyire termőre tudott fordulni. Szeretnék gratulálni ezúton is az önkormányzatnak, aki abban az időben az ipari parki fejlesztést elindította, tudva azt, hogy ha megvan a kínálat, akkor meg fog hozzá teremtődni a kereslet is. Az ipari park indulása létrehozott egy olyan gazdasági övezetet Karcagon, a belváros vagy Karcag mellett, ami egyre több vállalkozást tud idehozni, és egyre több embernek tud munkalehetőséget adni. Hálát adok a Jóistennek, hogy az én életemben is több olyan esemény volt, amikor ennek egy-egy állomásán tudtunk itt közösen részt venni, egy-egy átadó ünnepségen meg tudtunk jelenni. Én azt kívánom, hogy ez a mai esemény is csak egy olyan apró állomás legyen, amiről majd néhány év múlva örömmel emlékszünk vissza. Egy olyan mérföldkő, amikor azt mondtuk, hogy az ipari parkunk megint bővült, a karcagi gazdasági lehetőségek megint szélesebbre nyíltak, megint meg tudtuk mutatni azt, hogy akár koronavírus, akár háború a szomszédunkban,
mi előre nézünk, egy tágabb, messzire tekintő horizonton, és abban bízunk, hogy az itt megvalósuló beruházások munkalehetőséget, jövedelmet, megélhetést fognak adni nem csak a karcagiaknak, hanem másoknak is, Karcag környékieknek, vagy távolabbról ide beszállítóknak, itt dolgozóknak. A purpur eddig alig hasznosítható hulladék volt, amelyet jelenleg egyetlen megoldásként esetleg a cementgyárakban égetnek el. A támogatásból felépített csarnokokat a szakmai befektetők bevonásával létrehozott Epur hulladékhasznosító Kft. Veszi bérbe. Egy Magyarországon egyedülálló vállalkozás a hűtőgépek, fagyasztóládák, poliuretán szigetelőanyagát újrahasznosító üzem kezdi meg a működését. Egy olyan környezetvédelmi innováció eredménye ez, amely magyar, amelyet magyar vállalkozások, magyar befektetők finanszíroznak, és ami különösen fontos, hogy itt a Karcagi Ipari Parkban valósul meg. Az ipari park egyik fő profilja a környezetvédelmi célú beruházásoknak a befogadása, és így illeszkedik abba a fejlődési sorba, abba a fejlesztési sorba, ami az elmúlt években, azt is lehet mondani, évtizedes távlatban megvalósult. Új munkahelyek jönnek létre, Karcag városnak a vonzás közötti szerepköre erősödik általa, és bízunk abban, hogy további hasonló profilok is otthon találnak majd itt a parkban. Bár hozzá tartozik, hogy lassanként benépesül ez a terület. Ha belegondolunk, hogy 2 évtizeddel ezelőtt itt még parlagon heverő hektárok voltak, hát látszik az, hogy az ipari park az megjelent, egyre komolyabb épületek vannak, egyre több munkahely, sőt a vasút túloldalán is örvendetes módon zajlik a fejlődés, kukoricamalom, tároló kapacitások épültek ki. Tehát van egy gazdasági dinamizmus, egy iparfejlődés itt Karcagon, amelyet köszönet az önkormányzatnak, valamennyi hivatalos szervnek, kormányhivatalnak, a szakhatóságoknak, és legfőképpen az Ipari Park Kft.-nek, amelyben az önkormányzat is tulajdonos, és amely immáron 22 év óta folyamatosan dolgozik a város és a terület fejlesztésén. Az Epur Hulladékhasznosító Kft. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasznosításhoz nyújtott beruházási támogatást vette igénybe. Az ipari park egyre nagyobb, egyre erősebb, és még nem érte el azt a formáját, azt a méretét, ami még benne van. Mint hogy a Forma 1-es közvetítésben az autó elindult, nagy sebességet ért el, gyorsan megy, de tudjuk, hogy még sokkal több, még sokkal nagyobb erő van ebbe az ipari parkba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, talán mint a gyermek a karácsonyt úgy vártuk, hiszen amikor az első betelepülők megjöttek az ipari parkba, akkor gondoltuk, hogy jön a csoda, jön a nagy sebesség, és jött a többi. Volt a gazdasági válság idején egy kicsit nehezebb időszak, de tudtuk, hogy ez csak ideglenes. Tudtuk azt, hogy nem áll meg és nem fog visszafordulni a fejlődés. És amit most a tulajdonosok és az ipari parkba betelepülők mutattak, az már az a csoda, amiről álmodtunk. Hiszen munkahelyeket teremtettek, már vannak Karcagról termékek, már van olyan dolog, amire azt tudjuk mondani, hogy ha majd a világban látjuk, hogy ezt itt állítják elő. Van mire büszkének lenni. És köszönöm szépen azoknak a befektetőknek, akik tettek és tesznek ezért a városért. Hiszen tudjuk azt, hogy egy várost, egy város fejlődését csak közösen tudjuk elérni. Azokkal a vállalkozókkal, azokkal a gondolkodó és kreatív emberekkel, akik mindig kitalálnak valamit. Mindig kitalálnak valami újat, valami innovatívat, valami olyat, ami a világot előre viszi. És nem csak a világot, benne minket is, karcagiakat. És egy kicsit érdekes számomra is ez az ipari park. Mert amikor elmegyünk a négyesen, látjuk, hogy itt valami van. Amikor elmegyünk itt az ipari park melletti úton, akkor is látjuk, hogy valami van. De a belsőt, ennek az ipari parknak az igazi nagyságát, akkor látjuk, amikor bejövünk a területre. Akkor látjuk, hogy itt milyen munka folyt, milyen építkezés, milyen beruházás.
Én azt kívánom, hogy minden karcagi, minden magyar, aki erre jár, az belülről is lássa, vagy lássa azokat a felvételeket, ami felülről mutatja ezt az ipari parkot, hogy hatalmas munka, hatalmas beruházás és hatalmas erőfeszítés. A beruházás egyes elemei együttesen azt a célt szolgálják, hogy a zöld energia felhasználásával, a körkörös gazdaság fejlesztésével és másod nyersanyagok termelésbe történő bevonásával új innovatív és környezetkímélő termékek jönnek létre. Karcagváros önkormányzata örömmel fogadja az ipari park és a hozzá kapcsolódó cégek, cégcsoportok fejlesztéseit városunkban, hiszen velük, elképzeléseikkel, innovációjukkal mindig egy új lehetőséget, egy új esélyt, egy új fejlődési pályát körvonalaznak településünkön, a településen munkát vállalni kívánók számára. Miniszterelnök úr szavait idézve, ha munka van, minden van. Az esélyegyenlőség, a munkához való hozzáférés kérdése napjainkban rendkívüli jelentőséggel bír. A munkahely teremtő beruházások támogatása, azok fejlesztése Karcagváros életében is meghatározó feladattá vált az elmúlt időszakban, azért, hogy mindenki, aki munkát szeretne vállalni a településen, az megtehesse. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen Karcagváros önkormányzata a lehetőségeihez mérten igyekszik segítséget nyújtani minden olyan fejlesztési elképzeléshez, mely azt szolgálja, hogy a Karcag környéki munkavállalók megtalálják számításaikat, hogy helyben maradjanak, itt alapítsanak családot, itthon neveljék gyermekeiket. Ahhoz azonban, hogy átfogó segítséget tudjunk nyújtani a karcagi munkavállalók számára, fontos, hogy mind az eddigi kiemelkedő támogatás Magyarország kormányától, mind pedig az önkormányzat igyekezete találkozzon a gazdasági élet szereplőivel, a munkaadókkal, ahogyan ez a mai napon is megtörténik. Engedjék meg, hogy megköszönjem miniszter úrnak, a magyar kormánynak a fejlesztésekhez, és ezáltal városunknak is nyújtott támogatását. Köszönöm a Karcagi Ipari Park Kft., az EPUR Kft., valamint a kapcsolódó cégcsoportok vezetőségének, valamennyi munkatársának, hogy fejlesztéseikkel igyekeznek egyre jobb és jobb gazdasági környezetet, színvonalas munkakörülményeket biztosítani. Végezetül mind a cégcsoport vezetőségének, mind a dolgozói kollektívának jó munkát, erős és megtartó közösséget, jó egészséget, további sikereket kívánok. A Karcagi Ipari Park északi részén korábban megvalósult környezetvédelmi beruházások. Elektronikai hulladékhasznosító, PET palack újrahasznosító, a most átadásra kerülő fejlesztések mai árakon legalább 15 milliárd forintos értéket képviselnek, amelyek eredményeként és a közeljövőben megvalósítani tervezett újabb beruházások révén olyan környezetvédelmi ipari park jön létre Karcagon, amely Európában is egyedülálló módon valósítja meg a körkörös gazdaság fejlesztésének követelményeit, és hosszabb távon is megélhetést biztosít több, mint 200 karcagi és környékbeli családnak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!